Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Manivlog mai epizódjában, én Ádám vagyok, és ebben a részben azt fogjuk megnézni, hogy vajon tényleg akkora bizniszel hitelből állampapírt vásárolni, mint amennyire a bankmonitor az elmúlt két hónapban ezt bepromózta. Mint már az előbb hallhattátok is, ennek a videónak az apropóját a bankmonitor lassan elmúlt két hónapos intenzív kampánya adja, melynek keretén belül kb. minden social media platformon reklámozzák azt, hogy mekkora biznisz és mekkora lehetőség szabad felhasználású lakáshitelből prémium magyar állampapírba fektetni. Már egy ideje foglalkoztat ez a téma mind matek, mind pedig erkölcsi etikai oldalról is, szóval úgy gondoltam, hogy hát akkor nézzük meg kicsit jobban azt, hogy milyen előnyökkel jár ez az egész konstrukció, mit mutat a matek, és hogy emellett milyen egyéb objektív és szubjektív paraméterek vannak, amit minden feképpen bele kell tennünk a képletbe. Kezdjük is azzal, hogy ismerjük meg röviden a konstrukcióban szereplő két pénzügyi terméket. Az egész lehetőségnek az apropóját a prémium magyar állampapír adja, mely egy olyan 7 éves futamidejű államkötvény, mely minden egyes évben a KSH által meghatározott előző éves infláció felett fizet másfél százalék kamat prémiumot. Ez a jelenlegi évben ugye a 14. Százalékos infláció plusz másfél százalék tehát 16, majd 2024-ben az idei infláció alapján fog kamatozni, 2025-ben a 2024-es alapján, és így tovább egészen a lejáratig. Emellett még két fontos tényezőt érdemes megemlítenünk. Az egyik az az, hogy a magyar államkincstár 99%-os rögzített árfolyamon az időarányosan megszerzett kamatokkal együtt bármikor visszavásárolja ezt az értékpapírt, illetve vagy amennyiben az államkincstárnak a webkincstári számláján keresztül vásároljuk meg ezt az állampapírt, akkor egy teljes mértékben költség és kamatadó mentes lehetőséggel van dolgunk. A másik oldalon pedig egy szabad felhasználású jelzálog helyezkedik el, melynek az a lényege, hogy amennyi biztosítéként felajánljuk az ingatlanunkat, vagy valamilyen közeli hozzátartozónknak az ingatlanját a bank felé, mint egy, mint egy zálogtár, mint egy biztosíték, akkor annak az ingatlannak a forgalmi értékének a maximum 70%-áig kapunk egy szabad felhasználású jelzáloghitelt. Mivel az állampapírunknak a futamideje 7 év, így ebben az esetben egy 10 éves fix kamatozású hitelt fogunk megvizsgálni, mint 10, mint pedig 20 éves futamidővel. Ebben a konstrukcióban a jelenleg elérhető legjobb hitelkamat az 8,99%, ami azt jelenti, hogy 20 éves futamidőn mellett picivel több mint 90 ezer forint lesz a havi törlesztőnk, míg 10 éves futamidőnél pedig 127.300 forint. Az előtörlesztésnek vagy végtörlesztésnek a költsége az a betörlesztett összeg 1 a de maximum 30 ezer forint, illetve a hitelfelvételnél nagyjából 140 ezer forint költségünk fog jelentkezni, és ezt mind a kettőt bele fogjuk tenni a számításba. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért ebben a konstrukcióban gondolkozunk, miért nem személyi kölcsönben, és erre röviden azt mondom, csak nektek Mondani, hogy a legjobb személykölcsön ajánlatok is már 13-14%-os kamat mellett érhetők el, szóval emellett egyszerűen nem tudunk akkora a nyerességet realizálni, ami miatt megérné belevágni ebbe az egészbe. Mert ennek az egésznek a lényegét ugye az adja, hogy jelenleg az állampapíron elkönyvelhető kamat, az állampapíron elkönyvelhető nyereség az jóval magasabb, mint a hitelintézetnek fizetett hitelkamatunk, és a kettő között lényegében egy arbitrás keretkezik, amit mi nettó hozamként tudunk magunknak elkönyvelni. Ugye ez egy viszonylag egyedi eset, amivel nem nagyon találkoztunk az elmúlt 20-30 évben, és leginkább annak köszönhető, hogy a világpiaci világgazdasági események miatt iszonyatosan nagy mértéket ölt jelenleg az infláció. Azonban, amint ezek a makrogazdasági folyamatok szépen lassan elkezdenek visszatérni a normális mederbe, előbb-utóbb azt fogjuk tapasztalni, hogy az állampapíron elérhető hozamunk már alacsonyabb, mint a hitelkamatunk, így előbb-utóbb ez a lehetőség is véget ér. Hogy ez mikor fog megtörténni, hogy azt pontosan nem tudjuk megmondani, ami biztos, hogy az idei évre a 14,5%-os infláció mellett 16%-os prémium magyar állampapír tudunk számolni, illetve még azért azt is nagyon-nagyon nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy a 2023-as év átlag éves inflációja szinte biztos, hogy 10% felett lesz. Hogy mennyivel az pontosan nehéz megmondani, ugyanis ha végnézünk a, a becséseken, azért egy eléggé széles skálával találkozhatunk, mert az IMF például csak 13,3%-ot prognosztizál idénre Magyarországra, egy Európai Uniós felmérés 16,4-et, míg az MNB becslése pedig valahol a 15 és 19% közé teszi az éves idei Inflációt. Hogy melyik felé fogunk tendelni, az nagyon jó kérdés, de annak érdekében, hogy megnézzük a best meg a worst case szenáriót is, én mind a három szegmensre, tehát a 13-3-ra, a 16-4-re, illetve a 19-re is hoztam nektek egy számítást. Ugye ennél előrébb még nehezebb tervezni és megmondani azt, hogy 2024-ben hogyan fognak alakulni az inflációs mutatók, azt már kb. tényleg csak ilyen jóslás szintén tudjuk megtenni. Azonban szerintem az viszonylag nagy biztonsággal kijelenthető, hogyha nem történik valami nagy globális gigszer, mert olyan amúgy sem volt mostanában egy se, de hogyha tegyük fel, hogy több nem lesz a következő időszakban, akkor azért az nagy biztonsággal kijelenthető, hogy 2024-ben már az átlag infláció az jóval alacsonyabb lesz, mint amennyi az adott konstrukcióban a 8,99%-os hitelkamatunk. Szóval ennek köszönhetően én, én a számításban a következő két évet fogom figyelembe venni, mert én úgy gondolom, hogy a harmadik évben már egyszerűen nem lesz számunkra jövedelmező ez a konstrukció. Ugye azt még mindenféleképpen meg kell említenem, hogy a prémium vagy a állampapír sajátosságából adódóan évente egyszer fizet kamatot, tehát ezt legközelebb a jövő év tavaszán fogja megtenni számunkra, így az első éves törlesztő részletet az vagy nekünk elő kell finanszíroznunk saját zsebből, vagy pedig ennek az állampapírnak a havonta történő részleges eladásával tudjuk ezt kifizetni, viszont ebben az az esetben legyünk azzal tisztában, hogy ez csökkenteni fogja a nettó elérhető hozamunkat. Hogy mennyivel, azt majd megnézzük a számítás végén. Na de nézzük is akkor az első esetet, amikor azt mondjuk, hogy az első éves törlesztő részletet a saját zsebből előfinanszírozzuk, majd a második éveset pedig úgy fogjuk kifizetni, hogy a kamatfizetés után annyival kevesebb kamatot forgatunk vissza, mint amennyi a következő éves törlesztő részletünk. A számítás esetében a jövő hétfőn rajtoló 2030 per J sorozattal fogunk számolni, és ugye ennek annyi sajátossága van, hogy ugye nem teljesen 365 nap az első éves kamatozása, így az első évre nem 16%-ot, hanem 15,6%-ot fog csak nekünk időarányosan kifizetni. De hát ugye, mint ígértem is nektek, ebben a táblázatban mind az IMFS, mind az Európai Uniós, mind pedig az MMB és 2023-as inflációs várakozás alapján elhoztam nektek azt, hogy nagyjából milyen értéke van a prémium magyar állampapírnak 2025 márciusában, március végén, amikor ugye a második éves kamatfizetés és megtörténik. Ugye, azt láthatjátok, hogy azért a 10 és a 20 éves hitel azért ad kisebb, nagyobb nyansznyi különbségeket abban, hogy mennyi a prémium vagy az aktuális értéke, illetve hogy mennyi a hitelőnek az aktuális tőketartozása. Azon, hogyha lenéztek a táblázat aljára, akkor láthatjátok, hogy ez a nyereség, ez ilyen pár ezer, pár tízezer forinttal körülbelül kiegyenlítődik, akár a 10, akár a 20 éves konstrukciót nézem. Szóval azt tudom nektek mondani, hogy az időtávban nincs igazából különbség. Tehát mindegy, hogy 10 évre vagy mindegy hogy 20 évre vesszük fel az adott szabad felhasználású hitelt, viszont ugye abból adódóan, hogy a 20 évesnek kisebb havi kötelező fizetési kötelezettsége van az első évben, ezáltal én azt tudom nektek mondani, hogy inkább ebbe a, ebbe a hosszabb távú konstrukcióba vágnék bele, mert tényleg, hogyha megnézitek a két év alatt elérhető teljes nettó nyereséget, akkor az IMF-es becsléssel mindössze 0,22% veszteséget tudunk elkönyvelni, míg az EU-s verzióban mindössze 0,4% százalékot, míg az MNB által becsült 19 százalék esetén pedig még jobban is járunk a 20 éves verzióval. Ugye ez nagyjából ugye ilyen körülbelül évenkénti 5-8 százalék éves nettó nyerességet jelent a számunkra, és hát ugye láthatjátok, hogy a számokban azt jelenti, hogy 10 millió forintonként nagyjából ilyen 1 milliótól 1 millió 620 ezer forintig terjedő skálán tudunk nyerességet elérni ezzel az egész, egész konstrukcióval, ami ugye ezért abban az esetben, hogyha mondjuk nem 10 millióban, hanem 30 40 50 millióban is tudunk gondolkodni, azért az tényleg egy, egy elég szép számot tud mutatni, mert akár ilyen 5-8 millió forint is ütheti a markunkat két év alatt. És ugye beszéltük azt a lehetőséget, hogy akkor az első évben folyamatosan visszaadok a havi törlesztő részlet mértékével megegyező pakot a meglévő állampapíromból, és hát ezt az esetet most azért ugyanilyen bőven nem fejteném ki nektek most pontosabban, de a számításom szerint kb. másfél százalékkal csökkenti a teljes elérhető hozamot a 20 éves hitelfutamidős verzióban, és kb. Három és fél a 4 kal csökkenti a 10 éves lehetőségnél. Ugye ebben a verzióban azért szenvedünk el nagyobb veszteséget a rövidebb futamidejű hitelkonstrukcióval, mert ugye azáltal, hogy nagyobb összegeket vonok ki a hitelnek a törlesztésére, ezáltal nagyobb mértékben csökken az az összeg, az a vagyon vagyontömeg, ami számomra a hitel kamatnál magasabb állampapírkamatot kamatot fogja termelni. Szóval ilyet is ritkán mondok, de ebben a konstrukcióban, ebben a verzióban jobban megéri hosszabb távra felvenni a hitelt. És hát ezek alapján, hogyha csak a matek oldalt nézem és feltesszük azt a kérdést, hogy megéri -e 10 millió forintonként nagyjából 1-1,6 millió forint nyereséget realizálni két év alatt, hát akkor a bolond is azt mondaná nyilván, hogy megéri, és ez teljes mértékben természetes. Azonban nézzük meg, hogy milyen potenciális veszélyfaktorok vannak, és hogy ezek vajon mekkora esélye fognak bekövetkezni. Az első ilyen kérdés szokott lenni, hogy mi van akkor, a becsődöl az állam, és nem tudom visszavásárolni az állampapíromat. Azért szerintem, aki úgy már régebb óta követi a csatornát, ő nagyjából tisztában van azzal, hogy mi a véleményem így a jelenlegi magyar kormányról, illetve ennek a kormánynak a gazdaságpolitikáról. Azonban még ezek mellett is én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon-nagyon pici, kb. 1% alatti esélye van. Mert egyszerűen, ha megnézem a, az államháztartásnak a számait, az adósságállományt, stb., akkor én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy itt egy potenciális államcsőd következzen be. A második ilyen veszélyfaktor lehet, hogyha velem történik valami, megváltozik a munkaképességem, és ezáltal nem tudom fizetni a törlesztő részleteket. Ugye ebbe az esetbe semmi más nem kell csinálnom, csak a törlesztő részletek mértékével megegyező pakot visszaváltok az állampapíromból, így egy pillanatig sem kell félnem attól, hogy a bank majd elviszi az ingatlanomat. A harmadik kérdés, amivel találkoztatunk az az, hogy mi van akkor, ha már 2023-ban is 8,99%-nál alacsonyabb lesz az éves infláció. Ez szimplán nem fog megtörténni. És végül ne utolsó sorban mi van akkor, ha az állam eltörli a 99%-os rögzített visszavásárlási árfolyamot? Na hát igen. Az elmúlt pár napos kutató munkám során nagyjából arra az eredményre jutottam, hogy ez az egyetlen olyan rizikó, amitől úgymond valós mértékben tudunk félni, és aminek a, az eljövetele bekövetkezése megtörténhet. Ugyanis ezt szögezzük le, hogy az államnak, illetve az államadóság kezelő központnak minden joga és lehetősége megvan arra, hogy azt mondja, hogy akkor sziasztok, srácok, holnaptól kezdve nincsen 99%-os rögzített hanem másodpiacon, piaci árfolyam mellett tudjátok csak eladni a prémium magyar állampapírotokat. Azonban tegyük fel a kérdést, hogy megéri-e nekik ezt mondani. Egyrészt véleményem szerint, hogyha megnézzük a magyar lakosságnak a, ugye átlagosan a magyar pénzpiacba vetett hitét, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hát, hát nincsen túl magas szinten. Eléggé instabil lábakon inog már szerintem most is a pénzügyi rendszerbe vetett hit, és abban az esetben, hogyha ezt megcsinálnák és meglépnék, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú időre még több embert elijesztenének az állampapír akár abból a rétegből is, akik az elmúlt években nagyon nagy mértékben tartottak itt tőkét. Azokat meg pláne, akik eddig még ezt nem tették meg, csak szemeztek ezzel a lehetőséggel. És ebben az esetben ugye az államásztartásnak új források felé kellene fordulnia, amik lehetnek akár különböző intézményi, IMF-es vagy Európai Központi Bankos de devizaforrások, nagyon nagy valószínűséggel csak jóval magasabb áron, vagy jóval nagyobb kötöttségek mellett tudnának ezekből az irányokból forrás vonni. Azonban az is egy nagyon jogos kérdés, hogy miből fogják visszafizetni ezeket a hatalmas kamat tömegeket, ugyanis én úgy gondolom, hogy nagyjából két-három év múlva, amikor az infláció majd tényleg elkezd visszatérni a normális mederbe, akkor viszonylag sok befektető fogja kivenni innen a, pénzét, ugyanis sokan ugye csak azért tartják itt jelenleg a vagyonukat, mert sem a tőkepiacokon, sem pedig a 0%-ot garantáló bankszámla lekötésekben nem talál jobb alternatívát, mint az jelenlegi állampapírpiac. Ugye mind a befektetőkből, mind pedig ugye azokból, akik ugye most ebben a videóban tárgyalt lehetőségből szeretnek csak profitálni, újonnan hogy többen vissza fogják adni majd, a, majd az állampapírjukat. És véleményem szerint ezt a tőke kivonást, ezt csak úgy tudják majd ellensúlyozni, hogyha erre az időszakra majd valamilyen új állampapírnak a bevezetését időzítik, ami az akkori inflációs környezetben egy akár a mostani prémium állampapírnál jobb alternatíva lehet, és ezáltal motiválja az embereket arra, hogy ne a tőkepiacra, vagy ne ingatlanba, vagy ne máshol vigyük el a pénzünket, hanem ebbe a potenciális új lehetőségbe tegyük át, így egyik állampapírból csak a másik állampapírba vándorolunk. De mindebből egybe gyúrva, én úgy gondolom, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy a 99%-os VVR folyam megmarad, mint annak, hogy nem. Szóval mindenből kiindulva én megcsinálnám ezt az egészet. Hogy csak a matek nézem, akkor azt kell mondanom egyértelműen, hogy igen, és ha megnézem a mellette lévő potenciális veszélyfaktorokat, akkor is azt kell mondanom, hogy nem nagyon látok közöttük olyan lehetőséget, ami iszonyatosan nagy veszélye fenyegetne a következő két-három évben. Azonban valamiért ez a 99%-os VVR folyam eltörlésének a potenciális lehetősége, ez önmagában mégis elég ahhoz, hogy engem visszatartson ettől a konstrukciótól. Lehet, hogy ez csak az én saját üvegplafonom, nem vagyok elég kockázatvállaló, vagy túlságosan féltem a jelenlegi ingatlanunkat. Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, hogy végül is miért döntöttem így, mert most ezek inkább szubjektív paraméterek szerintem, és meg nem magyarázható dolgok, mint egy racionális döntés. De pont azért, hogy ne csak az én véleményemből induljunk ki, megkérdeztem több mint 15 darab pénzpiacon dolgozó, tapasztalt kollégámat, öt pénzügyi intézményből, öt pénzügyi cégtől, és nagyjából egyébként kétharmad, egyharmad arányban ők is arra jutottak, mint én, hogy szépnek hangzik, jónak hangzik, de valamiért mégis van benne, bennük is egy akkora gát, ami miatt azt mondják, hogy ők sem feltétlenül ugranának bele ebbe a konstrukcióba. Szóval azt tudom nektek röviden és tömören mondani, hogy csak és kizárólag akkor vágjatok bele ebbe a lehetőségbe, hogyha tisztában vagytok minden kockázattal, és bevállaljátok azt, hogy akkor is végviszitek ezt az egész lehetőséget, ha eltörlik a 99%-os VVR folyamot, vagy pedig, hogyha ti kijelentétek magatoknak nagy biztossággal, hogy szerintetek ez nem fog megtörténni, illetve, hogyha tudjátok vállalni az az első évben a bank irányába fizetett törlesztő részletek kötelezettségét, vagy pedig elkönyveitek magatokba, hogy egy folyamatos részleges eladással csökkentitek az elérhető nettó hozamot, azáltal, hogy mindig mindig visszavesztek egy kicsit a meglévő állampapírpakból. Na hát én nagyjából ezek a gondolatokkal készültem nektek már, remélem, hogy tudtam egy-két hasznos információt mondani. Ha ezt így gondoltátok, akkor dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, nyomjatok meg a kis csengőt, hogy nem maradjatok le a következő tartalmakra, és kövessetek más platformokon is. Én még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, és további szép napot mindenkinek! Sziasztok!